Tóth Máté Miklós, a Zsoltáros és a Zsoldos című darabját tekinthették meg az érdeklődők a Csopaki Kultúrházban február 16-án este. Azóta ezt Tóth Máté Miklós, a nemrégiben elhunyt nagy magyar református író írta. Több darabját is bemutattuk már, és a darabjait szerte az országban játsszák. Ez az előadás, ez a Váci Dunakanyar Színháznak és a Magyar Drámák Színházának a koprodukciójában készült. Tavaly mutattuk be, és azóta mondhatom talán azt, hogy elég nagy sikerrel játsszuk, hogyha nem tűnik ez szerénytelenségnek, de tényleg nagyon izgalmas és fontos kérdéseket boncolgat az előadás. Ez Szenci Molnár Albertnek, a reformatának a börtönben töltött idejéről szól, amikor is ő találkozik egy zsoldos kapitánnyal, aki ki akar csikarni belőle bizonyos vallomásokat, és azt, hogy tagadja meg a hitét, de ő inkább a halált választaná, mint hogy ezt megtegye. Ez annyira megrendíti a zsoldos kapitányt, hogy végül is a saját élete árán, illetve azt kockáztatva szabadon engedi. Dióhéjban ez a története az előadásnak. Miért tisztítanátok ide Lóvinkat? Miért gúnyolódott püspökeinken, papjainkon, sőt magán szentatyán is? Miért hiszitek, hogy egyedül csak a titanaitokban van az igazság? Olyan értékeket próbál közvetíteni, amelyek nélkül úgy gondolom, hogy nincs élet. Tehát ugye most elég sokat hallani itt a keresztény értékekről, tehát egyáltalán a nemzeti tudatról, a magyarságról, hazaszeretetről. Na most ezek az értékek, ezeknek a védelme mind megjelenik ebben az előadásban. Tehát én úgy gondolom, hogy többek között ezért is nagyon fontos. Az is cél, hogy különböző kis közösségekben, kis településeken is ezt elő tudjuk adni. Voltunk egészen kis faluban, református templomban is, ahol óriási élmény volt, mint említettem. Tehát ezeknek az értékeknek a megtartására tett kísérletek, azok azt gondolom, hogy példaként is szolgálnak, és az embereket ez érdekli. Tehát én azt vettem észre, hogy amikor vita van, amikor ki kell állni a saját igazáért, és ki kell állni azokért az értékekért, amelyekről ugye ez az előadás is szól, akkor ezzel tudnak azonosulni a nézők, és ez nagyon fontos, mert ma már nagyon sokszínű a színházi paletta, ugye, tehát vannak zenés előadások, és van egy sor olyan prózai előadás, amiről sokan úgy mennek el, hogy hát nem értették, nem tudják, miről van szó, ki van tekerve, ki van facsarban, mondani való, a szereplők össze vannak keverve. Nyilván annak is van egyféle üzenete, de az ilyen, ez egy klasszikus, tehát egy klasszikus és hagyományos stílusban előadott színház. Erre ez nem hogy idejét múlt, hanem én azt hiszem, hogy erre egyre inkább szükségük van az embereknek. A színdarab olyan örökérvényű kérdéseket tett fel hitről, önazonosságról és emberségről, melyek napjainkban is érvényesek. Bővebb összefoglalónkat márciusi magazin műsorunkban láthatják majd.